Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Facsar András, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm és nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy elmondhatom az iskolánk életéből ilyen gondolatot. Hogyan indult a 2023-24-es tanév? A tanév indítása nálunk zökkenőmentesen zajlott. Nyilván, hogy először biztosítani kell a tárgyi és személyi feltételeket, ezek mind rendben vannak. A tanulók modern és kulturális környezetben kezdhették meg a tanulmányaikat. Aki elmegy a Varró mellett, láthatja, hogy az iskola kívül is megújult, amit nem látnak, és csak az láthat, aki benne tanul, benne dolgozik, hogy belül is nagyon szép. Tehát a környezet az kulturált és alkalmas arra, hogy az oktatást elvégezzék. 32 oktató van az iskolánkban, 14 technikai dolgozó, tehát összesen 46 fő az, aki végzi a munkát. Az iskola vezetés 3 főből áll, az élén Facsar András igazgató, ez vagyok én, Kis Attila az igazgatóhelyettes, és Kovács Sándor a gyakorlati oktatásvezető. Ha a létszámokat nézzük az idei tanév kezdeténél, amikor szeptember 1-én a díszudvaron felsorakoztunk, 239 tanuló állt velünk szemben a tanévnyitón, és emellett akik nem voltak ott a felnőtt oktatásban, felnőtt képzésben résztvevők, a 239 nappalis tanuló mellett van még 3 felnőtt oktatásban szereplő osztály, illetve 2 csoport felnőtt képzésben, összesen 320 fő körüli a Varróban tanulók, okulóknak a létszáma. Erről a felnőtt képzésre egy picit beszéljünk már, hogy ez igen, pontosan hogyan... A felnőtt képzés két ágon fut, az egyik a felnőtt oktatás, amely szakmai vizsgával zárul, iskolarendszerű képzés, csak szakképző intézmény viheti. Ezek általában 2-3 éves, attól függ egyébként, hogy szakképző vagy technikumi képzés. A képzésben résztvevők felnőtt oktatási szerződést kötnek, és ez alapján állítjuk össze a tanrendet, általában délutáni esti időszakban vannak ezek az órák, általában egy héten 3 alkalommal, 15 óra és 20 óra között, de van olyan képzésünk, ami szombaton van. A másik a szakmai képzés, amely képesítő vizsgával zárul. Ezek különböző idejűek, van, amelyik néhány hónapos, de van olyan, amelyik több mint egy éves. Ez egy nagyon rugalmas rendszer, ami figyel arra, figyelembe veszi azt, hogy kinek milyen az előképzettsége, és ahhoz alkalmazkodva van olyan képzés, amit valaki egy év alatt tud elvégezni, van, aki másfél év alatt, tehát ezt figyelembe kell vennünk, és ami még nagyon fontos, hogy számukra az oktatás ingyenes, tehát nincsen semmifajta költsége a dolognak, és most azt mondhatjuk, hogy szakmai oktatásban 2, szakmai képzésben pedig 1 képzés elvégzése az ingyenes. Térjünk vissza, milyen szakok vannak jelenleg az iskolában? Igen, tehát a 16 nappal is osztályunk van, és ebben 9 szakmát oktatunk. Ha azt nézzük, hogy a 9. évfolyam irányából indulunk el, akkor ugye van 3 osztályunk, ami szakképzőiskolai osztály. A 9. A osztály az festőmázoló, tapétázó és asztalos. Egyébként 9. ágazatot tanulnak még, tehát mondhatom helyesen, hogy fa és papíripari ágazat, illetve építőipar. A 9. B osztályban gépészetágazatban tanulnak, itt gépész CNC forgácsoló és épületi szerkezetlakatos képzés van, és a 3. szakképzőiskolai osztályunk, a 9. C osztály, itt szakácsok vannak és kereskedelmi értékesítők. Meglehetősen jól sikerült egyébként a beiskolázás, ezek az osztályok ilyen 30 fő körül vannak, tehát a szakásnál, a festőnél és a kereskedelmi értékesítőnél tulajdonképpen majdnem túljelentkezés is van, tehát nagyon népszerűek ezek a szakmák. Egyébként milyen jellemző helyben töltik fel ezeket az osztálylétszámokat, vagy pedig a környező településekről is? Jellemzően inkább helyben. Tehát a tanulói létszámunknak kb. 80%-a karcagi. Bár van kollégiumunk, nem eléggé kihasznált, a mai tanulók igyekeznek vagy még messzebb menni, például Debrecen, de nem annyira szeretik a kollégiumot. Mi próbáljuk mindig meggyőzni a tanulót, ha az nem megy a szülőt,
hogy a tanulónak jó, és nem helyes az, hogyha ingázik napi rendszerességgel, ha meleg van, akkor azért, ha hideg van, akkor azért alkalmazkodni a buszokhoz, vonatokhoz, bár az iskolánknak nagyon jó az elhelyezkedése, tehát itt a központban van, és aki busszal jár, az 2 perc alatt eljuthat az iskolában, úgyhogy ez egy jó helyzet, viszont a lehetőség az megvan, és próbáljuk mindig a vidékeket rábeszélni. Egyébként egy ilyen 50 kilométeres sugarú körben, Abátszalóktól, Tiszafürettől kezdve elsősorban itt ez a megyének ez a vidéke érkezik. És a 9-eseknél még nem beszéltem a technikumi képzésről, amely 5 éves képzés, érettségit és szakmát ad, ugye ez teljesen megváltozott, modernizálódott 2020-ban, ugye az új szakképzési rendszer, amely kialakult. Ez most a technikumi képzést úgy változtatta meg, hogy az 5 év végén kapja meg az érettségi és a szakmai bizonyítványát, és 12-ben előrehozott érettségvizsgát tesz a matematika, magyar nyelv és irodalom történelemből, és 13. évfolyamon érettségizik idegen nyelvből, és akkor van a szakmai vizsga. És az átalakult, tehát ez az új rendszer, nálunk ez most az egészségügyi ágazatban van, ugye építve a kórházra, mint helyi erőforrásra. Ugye itt alapvetően a kezdetben gyakorló ápoló, majd a jövőben általános ápolóképzés van. Emellett gazdálkodás és menedzsment ágazat van, ahol vállalkozási ügyintéző képzésre lehet jelentkezni. Terveink vannak a jövőben, hogy az oktatás ágazatban is indítsunk, és hát bízunk benne, hogy kapunk rá engedélyt, de... Mi lenne az? Arról lehet már esetleg beszélni az oktatási ágazatban? Ez az oktatási szakasszisztens lenne, amely ugye bármely szakképző, nem csak szakképző, bármely oktatási intézményen el tudna helyezkedni, tehát szerintem népszerű lenne, de hát ez ugye az engedélyt egyrészt meg kell kapni, és sokkal rugalmasabb a felnőtt oktatás. Tehát nappali rendszerben kicsit nehezebb változtatni. A szülőknek, iskoláknak is megvan az elképzelésük, ami nagyon nehéz változtatni. Van a munkaerőpiacnak egy igénye, amely meg nagyon gyorsan változik. Erre igazából nem a nappali, hanem főleg a felnőtt oktatás tud reagálni, hiszen ott nagyon rövid idejük a képzések, és akár 3-4 hónap alatt ki lehet tanulni egy új szakmát, és ma ugye a gazdaságnak ez kell, a gyors reagálás. Úgyhogy tehát felnőtt oktatásban nagyobb lehetőség van a gyors változtatása és az új utak keresésére. Mi a jellemző egyébként, hogy ahogyan említette, az 5. évben leérettségiznek a diákok, van, aki tovább tanul, vagy egyből elmennek dolgozni? Vannak tovább tanulók nyilván, hogy a varróba, aki jön, alapvetően szakmát kíván szerezni, és nem a tovább tanulás a fő cél, hanem a szakmaszerzés. Általában, aki elvégzi, az utána dolgozni megy. De természetesen minden évben vannak olyanok, akik kedvet kapnak a tanulásra és tovább lépegetnek. A mai felső oktatási rendszer kedvez a szakképzésből érkezőknek pluszpontokkal, és a lehetőség megvan. Mi is a gyerekeknek ezt próbáljuk elhitetni, hogy itt nincs vége, lehet még tovább tanulni, és a szülőket is próbáljuk erre irányítani. Nyilván, hogy ők döntenek. Ha van lehetőség, általában akkor munkába állnak, de vannak már most, ugye 9-eseket mindig ezt kérdezzük, hogy mi a cél. Cél nélkül nincs értelme semminek, és örülünk, mikor azt halljuk, hogy továbbtanulási szándék van. Hát nyilván, hogy 5 év múlva ez eldől. Olyan évente 2-3 fő az, aki ebben gondolkozik, és évente 1-2 fő, aki így valóban felsőoktatásban tovább megy. Egyébként az elmúlt évek adatai alapján mennyiben változott a szakmák iránti, a szakma tanulás iránti kereslet? Mennyire lett népszerűbb? Én úgy gondolom, hogy keresik, mert az emberek pontosan tudják, hogy kell egy szakma, amiből megélnek. Ez valahogy benne van a köztudatban, hogy tehát szülők is mikor jönnek, lehet, hogy vagy a tanuló már érettségivel jön, hogy jó, eddig eljutott, de mégiscsak kell egy szakma. És akkor jövünk mi, mert hogy ingyenes a képzés, gyorsan 1-2 év alatt megszerzi a szakmát, a képzettséget, és mehet dolgozni. Sőt, ugye újabb és újabb szakmákat lehet szerezni, mert 2 ugye ingyenes. Mit lehet mondani, mi az idei tanévnek a legfőbb célkitűzése önöknél? Hát nyilván, hogy a tanév tervezésénél nagyon fontos szempontok vannak.
A fő célkitűzés egy iskolánál mindig az, hogy a vizsgára felkészítés sikeres legyen, sikeresen eljutatni a tanulókat a érettségig, a szakmai vizsgáig, és azt letegyék. Nyilván, hogy ez a vizsga akkor lesz sikeres, hogyha figyelembe veszük azt, hogy kit tanítunk. Nálunk 9-ben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felmérjük a gyerekeknek a képességeit, készségeit. 9-ben sokszor még az alapkészség fejlesztésen dolgozunk, hiszen különböző iskolákból érkeznek, szintre kell őket hozni, és a szakma tanulása igazából a 10. évfolyamtól kezdődik, és ahhoz, hogy a gyerekek el tudják kezdeni, ahhoz mi energiát fektetünk mérésekkel, felzárkóztatókkal, tehetséggondozással, hogy kőből egy szintről el tudják kezdeni. Majd utána ugye fontos, hogy mivel a szakképzésben megváltozott a vizsgarendszer is, projekt alapú, ez azt jelenti, hogy nem az, hogy kapnak egy feladatlapot, töltsd ki, és akkor a végén lepontozzák, és akkor a gyerek 2-3 órán keresztül írja, és aztán utána elmegy szóbelizni és húz egy vizsgatételt, nem ez van, hanem van egy interaktív vizsga számítógépen, majd utána egy gyakorlati feladat. Tehát alapvetően projektszemléletű maga a vizsga is, és ehhez nyilván, hogy az oktatást is így kellett átalakítani, hogy ha egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy nem tantárgyakat oktatunk, hanem szakmát. Tehát valahol a végcél az ugyanaz, és mindenki, legyen az magyar tanár, matek tanár, vagy szakmai oktató, mindenkinek ugyanaz a célja, és egy irányba megy. És hát ehhez együttműködés kell az oktatók részéről, másrészt pedig, és ez a negyedik nagyon fontos szempont, innováció. Tehát keresni kell folyamatosan az új utakat, mert a világ változik. A világ, a gazdaság, a tanulók, a gazdasági környezet, társadalmi környezet, az informatika, tehát őrült változások vannak a világban, amihez egy iskola nehezebben tud alkalmazni, de egy szakképzőnek kell, hogy alkalmazkodjon, mert ha a szakma fejlődik, akkor nyilván újabb és új kihívások, újabb és újabb igények vannak, aminek meg kell felelni a tanulónak, és ezért keresjük az új utakat, egyeztetünk a szakképzési centrum több intézményeivel, a városnak a gazdálkodó szervezeteivel, és az új utak keresésénél megkeressük azt a lehetőséget, hogy minél eredményesebb legyen ez a munka. Miket terveznek az idei évben programokat, melyek az aktualitások? Igen, hát természetesen nagyon sok feladat van. Ha azt elgondolom, hogy az elmúlt 2 hétben milyen rengeteg munkát csináltunk, tehát egy tanévindításhoz nagyon Igen. sok szervezési feladata jár, de utána már következik az új nagy feladat, a beiskolázás. Tehát nálunk már a jövőre is kell készülni, hiszen a jövő tanév most lesz meghirdetve, most fogjuk kiválasztani azokat a szakmákat, amelyeket indítunk. Elindulnak a pályaorientációk az általános iskolákban is, és nálunk is, mert ebbe igyekszünk minél jobban bekapcsolódni, mert szerintem egy szakképzőiskola tudja azt legjobban megmutatni, hogy milyen a szakmáknak a világa. Több általános iskolával is együttműködünk, hogy akár nálunk töltik ezeket a kötelező pályaorientációs napot, akár ha mi kell, hogy elmenjünk, akkor nagyon szívesen elmenjünk bármelyik iskolába. Úgyhogy a beiskolázás a legfőbb szempont. Nálunk most szeptember 29-én pénteken lesz egy bőrze, ahol az iskola által nyújtott képzéseket fogjuk ilyen kis kiállító helységenként felállítani, és akkor az általános iskolák tanulóit várjuk majd arra, hogy eljönnek, körbenézzenek. Tehát minél kevesebb kötöttséggel, ami valóban érdekli, de mindig meg kell... Tehát meg kell jegyezni, hogy a tanulók nem mindig tudják, nem mindig racionális a választásuk, mert kitalálnak valamit, hogy ezt vagy azt vagy amaz szeretnének, de kell, hogy megismerjék a szakmákat, kell, hogy kezükbe vegyék az eszközöket, kell, hogy lássanak egy műhelyet, mert sokszor van az, hogy valaki elkezdi, és ő nem erre gondolt. A pályorientációnak nagyon fontos szerepe van, hogy 8-ban helyes választás történjen, és ebben próbálunk segíteni. Novemberben szoktunk egyébként nyílt napot tartani még. Aztán, ami nagyon fontos feladat, a beiskolázás mellett az iskolánk 30 éve vette fel a Varró István nevet, amelyet szeretnénk méltóképpen megünnepelni, és így október 20-án tartunk egy megemlékező napot.
és utána a tanév, illetve az év december 31-ig igazából minél több rendezvényében megpróbáljuk ezt beletenni, ezt a Varró 30-at. Ugye tanulóknál is ezt a varrós identitást úgy tudjuk kidolgozni, hogyha a hovatartozás érzését, hogyha olyan rendezvények vannak, ahol érzik, hogy ezt jelenti varrósnak lenni. Úgyhogy ez a megemlékezés lesz, ami ilyen nagyobb terv, természetesen a szalagavató, amely minden iskolánál szerintem az egyik legfontosabb évesemény, hiszen ez igényli a legtöbb felkészülést. Hiszen a táncpróbák már vannak, öltönyök már készülnek, járják a ruházati boltokat, ingeket, blúzokat nézenek, nyakkendőket. Tehát a tanulók érdeklődését most ez előtérbe helyezi, és hát nyilván, hogy mi ezt tudjuk, és elfogadjuk, és így tervezünk, hogy tudjuk, a szeptember-október az erről szól. És ha túl leszünk rajta, akkor bepótolunk mindent, ez nem fenyegetés, hanem ígéret. Úgyhogy a tanulók érdeke az, hogy minél eredményesebbek legyenek. És hát nagyon fontos még, hogy mivel a szakképzés másik fontos jellemzője, hogy nincs már olyan, hogy elmélet és gyakorlat, hanem olyan van, hogy az iskola által nyújtott képzés és külső képzőhely által nyújtott képzés, és szakképző iskolában 10. évfolyamon már tulajdonképpen belekóstolhatnak a munkavilágába is, munkaszerződést kötnek, munkavállalónak számítanak, havonta keresnek 10 000 forintot, aki el tud helyezkedni. A tanév feladatai között mindig benne, hogy ezeknek a helyeknek a keresése, hogy a tanulókat ki tudjuk helyezni a vállalkozóknál, hiszen igazából a szakmát ott fogja megtanulni. És a mai szemlélet szerint a szakmai képzést a vállalkozások, tehát a gazdasági szereplők végezik el, azzal a szemüveggel, hogy a jövő munkavállalóit, saját munkavállalóit képezik ki. Nyilván ez nekik is jó, ahogyan említette igazgató, és mert a jövőben tudják őket alkalmazni. Igen, és ez lenne a fő cél valóban, hogy ne egy általános képzést kapjanak, hanem a cég, ha talál egy jó tanulót, akkor gazdaságilag is jó, mert nem úgy, hogy felvesz valakit, és majd menet közben kiderül, hogy jó vagy nem jó, ott dolgozik nála a tanuló 2 évig. Tehát láthatja, hogy valaki jó, arra tanítja meg, ami neki kell, és miután levizsgázik, van munkahelye a tanulónak, van dolgozója a munkahelynek. Tehát ez kölcsönösen hasznos. Egyébként, ha lehet ilyet mondani, van olyan, hogy legnépszerűbb szak, amelyre nagyon szívesen jelentkezem, vagy talán túljelentkezés van? Igen. Hát jelen pillanatban, illetve az elmúlt években a szakács. Mi lehet ennek az oka egyébként? Szerintem van benne az is, hogy hasznosnak tartják, és azt gondolják, hogy bármi is lesz, ha megtanul főzni valaki, az egy hasznos dolog. Nyilván, hogy a szakképzésnek az a feladata, hogy szakácsot képezzen, és szerintem itt Karcagon is nagyon fontos lenne a turizmus fejlesztése, és biztos vagyok benne, hogy ha egy jó szakács elvégzi nálunk az iskolát, akkor azonnal talál munkahelyet. Szerintem ez is benne van a választásban, hogy a képben van, hogy tudják, hogy fontos, meg nagyon sok mindenkit, hát így mondják, hogy ez érdekel. Aztán nagyon népszerű a festő. A festő az egy nagyon érdekes történet, mert több év alatt épült fel ez. Nagyon jó festőtanárok vannak, és olyan eredményes az ő munkájuk, hogy tavaly, sőt az előző években folyamatosan, de tavaly kivált képpen nagyon fontos és nagy eredményeket érnek el. Szakma kiváló tanulója, verseny, első helyezés. Tehát az ország legjobb festőtanulója tavaly a mi iskolánkból volt, Balogh Krisztián, és ez nyilván, hogy nem csak az ő érdeme, hanem a képzőknek és az iskolának, és azt, hogy belefektetjük az energiát. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy amióta ez megvan, azóta folyamatosan mondjuk, és bízunk abban, hogy újabb és újabb versenyeredmények vannak. És szerintem a városban, meg a tanulók között az úgy elterjed, hogy mi az, ami eredményes, ami hasznos, ami jó, és sokan jönnek festőre is. A harmadik most jelenleg, ahova legtöbben jelentkeznek, a kereskedelmi értékesítő. Ez szerintem ennek az az indoka, hogy azért a kereskedelem, tehát nagyon sok munkalehetőség van. Ebben könnyű elhelyezkedni, gyakorlati hely is rendben van, tehát a kereskedők közül mindenki ki tud menni külső képzőhelyre, mert a kisebb-nagyobb kereskedelmi központok ezeket a
munkaerőként tekintenek, igen, a tanulókra, foglalkoztatják. Nagyon eredményes tanévet kívánok, úgy és legyen, legközelebb is várjuk majd interjúban. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!